Üdvözlöm Önöket, ez a heti egyenleg ráadás, melynek vendége Harangozó Gábor, az MSZP alelnöke, a mezőgazdasági kérdések szakértője tulajdonképpen a párton belül. És az a helyzet, hogy készült Önnel egy beszélgetés, a Hírklik munkatársaknak mondta azt, vagy vetette föl, hogy vajon meddig tart még a magyar gazdák türelme. Ugyanis a korábbi kormányinfón Nagy István, agrárminiszter bejelentette, hogy a kormány 5 pontos agrárgazdasági intézkedési csomagról döntött, és erről hát a párt reagált, de gondolom ön fogalmazta meg azt, hogy ezek a bejelentett intézkedések, amit Nagy István bejelentett, azok még szépség tapasznak is nagyon gyengék. Miért? Jó napot kívánok! Hát ez így van. Óriási nagy baj van a magyar mezőgazdaságban. Is. Igen? Most már mondjon egy olyan ágazatot, ahol nincs óriási igen, baj. És hát látható, de hogy valamit próbálnak. Nem volt eddig a mezőgazdaság óta húzó ágazat. Így van. A magyar mezőgazdaságnak volt egy jó 10 éve, és tulajdonképpen még azért nem borult fel az egész, mert az alatt a 10 év alatt valamennyire föl tudtak halmozni a gazdálkodók, vannak tartalékaik, és ezért még nem borultak föl, de a jelen helyzetben egyébként ezek nélkül, a tartalékok nélkül már a gazdálkodók nagy része be kellett volna, hogy fejezze a gazdálkodást, és tartok tőle, hogy ez egy kicsit cél is, de nem menjünk ennyire előre. Láthatóan azért volt ez a bejelentés, mert egyre nagyobb a felháborodás a gazdák között, mert óriási veszteségeket szenvednek el. Az egész ott kezdődött, hogy amikor kitört ez a nagy inflációs hullám, mondjuk így, igen, akkor a mezőgazdasági termelők input költségei, tehát a termelési költségei nőttek meg először a leggyorsabban. Ugye az energiaárak, itt az üzemanyagköltségek. Az üzemanyagköltségeknél például ugye azt mondta a magyar állam, hogy a mezőgazdasági termelők kedvezményes áron vásárolhatják az üzemanyagot. Ezzel szemben a valóság az volt, hogy a jó 85-90%-uk a piaci áron kellett, hogy megvegye. Miért? Azért, mert a mezőgazdasági nagygépeket, főleg a nagyobb üzemekben úgy tudják tankolni, hogy mindenkinek megvan a saját telephelyi üzemanyagállomása, ahova előre leszerződnek a MOL-lal, hogy majd oda szállítja az üzemanyagot, és onnan tankolják ők meg ezeket a gépeket. A magyar kormány meg azt mondta, hogy a benzinkutakon tankolhatják meg. Na most ugye a kombány nem tud beállni a benzinkuthoz. Nem, igen. Hát ez csak az hozhat egy ilyen intézkedést, aki életében kombány például nem látott. Hát nem tudja a méreteit. Vagy inkább azért csinálták ezt, hogy valamit mondjanak, ami az átlag választónak úgy tűnik, mintha csináltak volna egy intézkedést, miközben komoly költségvetési, pénzügyi, anyagi vonzata nincsen a dolognak, hiszen nem tudják használni ezt a úgymond kedvezményt, mert hogy egyszerűen nem tudnak élni vele. Szóval az üzemanyagárak, a gázárak növekedése... Majd egy pillanatra maradjunk még itt a benzinkútnál, mert ezt azért az emberek ezt el tudják képzelni. Tehát, hogy és akkor hogy folyik a tankolás? Mennek oda ilyen kannákkal, és aztán elviszik a kombányhoz, és beletöltik? Vagy nem, hanem az van, hogy ők megrendelték már az üzemanyagot korábban, amit a MOL piaci áron le is szállított nekik a saját üzemanyagtöltő helyeikre, és onnan tankolták piaci áron. Tehát ezért mondom azt, hogy az üzemanyag kedvezmény az és elvileg... azóta se korrigált az állam? Nem. Hát amikor azon csodálkozunk, hogy Magyarországon rekordmagas volt az élelmiszerinfláció, akkor azt látni kell, hogy ezt az élelmiszerinflációt egy ugyanilyen mértékű előállítási költség, tehát input költség növekedés előzte meg. Ezt érvényesítették a gazdálkodók, hogy ne menjenek tönkre. Tehát nem kellett rajta csodálkozni. Ugye a gázárnak a növekedése. A mai modern mezőgazdaság, főleg a szántóföldi növénytermesztés műtrágya nélkül nem nagyon megy. Most a műtrágyának a legfontosabb alapanyaga az a földgáz, aminek szintén az ára az egekbe szökött, tehát... Miközben a holland gáztőzsdén éppenséggel csökkent. Hogyne. Tehát, ha megnézzük az Európai Unió statisztikákat, a mezőgazdasági termelési költségek Magyarországon növekedtek a legnagyobb mértékben,
A legkisebb kompenzációt a magyar gazdálkodók kapták az államtól, tehát megnézzük az osztrákokat, meg a németeket, ott nagyon komoly segítséget kaptak azért, hogy ne szabaduljanak el az árak, vagy ne menjenek tönkre, nálunk ilyen nem volt. És a mai napig az egész Európai Unióban a legmagasabbak a termelési költségek Magyarországon. Ugye pedig ennek gyomrost is, kapott az infláció. Ennek is köszönhető az, hogy most a gabona árak, miután részben az ukrán gabona miatt, jelentős részben a gabona árak tulajdonképpen megfeleződtek a tavalyi évhez képest, így egy nagyon érdekes helyzet alakult ki, míg Magyarországon a világ, vagy Európában a legmagasabbak a termelési költségek, a felvásárlási árak pedig messze a legalacsonyabbak. És ennek is megvan az oka. Ugye ezeket kellett volna, hogy kezelje a kormány. Erre nekünk volt is javaslatunk, amiben egy határozati javaslatot nyújtottunk be a parlamentbe, amit természetesen a fideszes többség lesöpört, így de mi volt ennek a javaslatnak a lényege? Aminek az volt a lényege, hogy amíg ez a helyzet fönnáll, addig az állam végezzen úgynevezett intervenciós fölvásárlást, tehát vásárolja meg a raktárokon lévő gabonát legalább a termelési költségen, hogy ne menjenek tönkre a gazdálkodók. Hát természetesen semmi ilyen nem történt. De mivel indokolták? Miközben a kormánypropaganda állandóan azt hangsúlyozza, hogy hát mi aztán segítjük a magyar gazdákat így meg úgy, itt az élő példa, hogy nem segítik. Igen, nem indokolnak, mert hogy ők azt megszokták, hogy főleg abban a közegben, ahol ezzel jobban foglalkoznak, tehát a vidéki magyar lakosság körében az a kommunikációs gépezet, amit ők kiépítettek, köztelevízióval, megyei lapokkal, stb. Azon keresztül ők a saját realitásukat, a saját világukat el tudják adni az embereknek, és hát nem mindenki találkozik gazdálkodókkal, hogy szemtől szembe hallja tőlük, hogy mi a probléma. Ezért mindig ilyen látszatintézkedések, látszatbejelentések vannak, amitől az átlag felületes hírfogyasztó választópolgár azt gondolja, hogy valamit cselekedtek, de igazából ez nem így van. És ma ott tartunk, hogy például a gabona ágazatban, ami a húzó ágazat volt, azt hozta gyakorlatilag a magyar mezőgazdaságban a legnagyobb értéket mindig. Most hektáronként, most már a miniszter is elismeri, hogy hektáronként 105 ezer forintos veszteséget könyvelnek el a gazdálkodók, ami egy tarthatatlan állapot. Tehát emiatt is kellett volna például ezt a felvásárlást megcsinálni. De valahogy kezelni kell az ukrán gabonát is. Az ukrán gabona itt megint hibás, kifejezetten hibás kormányzati intézkedések voltak. 2022-ben a magyar kormány azt mondta, hogy betiltja a magyar gabona kivitelét. Magyar gabona a kivitelét. Magyar gabona kivitelét tiltották be. Hogy itthon elegendő legyen, hogy gondolom itt, azért. Igen, hogy itthon elegendő. Mert ha kiviszik, akkor az még nem, marad a hazai lakosság. Igen, az még nem az ukrán gabona miatt volt, ez még előtte. Aminek az lett a következménye, hogy a magyar gabonának a nagy részét azt Olaszországban, meg a balkáni országokban vásárolták fel. Korábban, igen. Most ezek a felvevő piacaink, ez emiatt az export tilalom miatt máshonnan szerezték be, másokkal kötöttek szerződéseket, és amikor ezt végül belátták, hogy ez egy butaság volt és feloldották, akkor azt mondta az olasz kereskedők, közben én már nem tőled veszem, hanem és mástól. Itthon maradt a gabona a raktárakban. És hegyekben áll, és miután tényleg tele van minden raktár gabonával, ezért nálunk még olcsóbb az ára, mint az európai vagy a világpiaci ár, mert nem tudunk vele mit kezdeni, mert nem tudjuk eladni azokra a piacokra, ahova eddig el tudtuk adni. Ez a tilalom már nem érvényes. Hát nem, de a következménye az nem. Sajnos az rajtunk marad. De azért mindenki a piacról él, tehát mondjuk van egy olasz gabona kereskedő, azt mondja, ja, hát eddig, hát igen, eddig nem lehetett tőled venni, most add olcsóbban, nem tudom én mennyivel, akkor majd veszek. Igen, de annyival már nem lehet olcsóbban adni. Már leszerződött mással, igen. Ugye az a baj.
Tehát a mezőgazdaságnál általában úgy van, hogy amikor elvetjük a magot, már akkor megkötjük a szerződést, hogy kinek fogjuk eladni, hogy ne legyen. Hogy biztosan. Vagy legalábbis egy jelentős részét. Igen, igen, nem az és egészet és akkor adatni. Mondjuk, ha itt van a silókban a gabona, ennyit tudok a dolgokról, mert nem vagyok egy mezőgazdasági szakember, de ott megrohadhat? Vagy mi történik ezzel a gabonával, amelyik ott áll hegyekben? Hát mindenki próbálja értékesíteni, és miután nagyon sok van belőle, ezért megy le folyamatosan az ára. Nagyon reméljük, hogy mire majd a következő aratás elkezdődik, addigra sikerül kiüríteni a raktárakat, de hát ennek ez a következménye, hogy ilyen nagyon alacsonyra kellett levinniük az árakat, ami miatt tényleg nagyok a veszteségek. És mikor jön a következő aratás? Akkor már csak az új gabonát lehet eladni, vagy pedig el lehet adni, vagy összekeverjük a régivel egy kicsit, és akkor... Hát nem, valahova be kell vinni, amit learadtunk. Tehát addigra a gabonatárolóknak ki kell ürülnie, persze. Világos. Nem tudunk vele mit csinálni. Ugye ilyenkor szoktak jönni a gabonagyújtós tiltakozások, hogy ugye ez máshol is fordult már elő, meg korábban is nálunk is. Szóval ugye ez az egyik nagy probléma most. Erre a magyar kormány ugye azt jelentette be, hogy az ukrán gabona helyzetet úgy akarják kezelni, hogy megtiltották, hogy az Ukrajnából Magyarországra behozzák a gabonát. Ezt eddig ezzel egyet is értünk, támogatjuk. Más kérdés, hogy itt egy rossz európai intézkedésről van szó, amit érdemes lenne kijavítani, és hát szerintem egy kormánynak az is dolga, hogy ilyen kezdeményezésekkel éljen és elérje a saját termelői érdekében, hogy az Unió változtasson a politikáján. Ugye Ukrajnát akarjuk azzal segíteni, hogy onnan megvesszük a gabonát. Ami csak most... hát ugye az ukrán gabona GMO nem GMO-mentes. Minőségi mondják. Problémák is vannak, de alapvetően nem a minőségi problémák az igaziak, hanem nem kell egy csomó olyan termelési kötöttséget betartaniuk, amit az európai gazdálkodóknak kell, emiatt ők sokkal olcsóbban tudnak termelni, olcsóbbak az előállítási költségeik, üzemanyagköltségeik, hatalmas táblákon, jó minőségi földeken tudnak termelni, tehát eleve az ukrán gabona sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy versenyképesebb, és a jelen termelési különbségek miatt meg még sokkal olcsóbban lehet előállítani, mint Európában. Akkor az ezért, letöri az árakat. Ezért ez, igen, és ezért korábban ugye vámokkal védtük az ukrán gabonától az európai termelőket, és az ukrán gabona alapvetően Afrikába került. Igen. Ez most a háború miatt nem történik meg, most az Európai Uniónak... Pedig, bocsánat, hogy közbeszólok, annak idején még ugye olyan nagy vívmány volt, hogy a Fekete-tengerről elindult az első hajó Afrika irányába, amelyik majd az éhező afrikaiaknak viszi az ukrán gabonát. De ez akkor valahogy leállt. És hát ugye szerint. Ezt kéne szervezni az Európai Uniónak, hogy oda, ahol nagy szükség lenne erre az olcsó, közepes minőségű gabonára. Mert az afrikaiaknak még ez is nagyon jó lenne ahhoz képest. Az ott meglévő minőséghez képest ez is jó, igen. És ahelyett, hogy ezt oldanák meg, ahelyett ráengedték az európai piacra vámmentesen az ukrán gabonát, és hát ez pillanatok alatt letörte az árakat. Úgyhogy, tehát az, hogy nem engedjük be Magyarországra, ezzel én abszolút egyet tudok érteni, csak de most ez itt még nem megoldás. Na most és ugye, azt mondjuk, hogy jöhet, de majd ellenőrizni kell mert hogy az a baj, hogy mi Ukrajnából nem engedjük be, de ha mondjuk egy román kereskedő Ukrajnából megveszi a gabonát, és Romániából behozza Magyarországra, akkor az már Európai Unión belülről jött, az már akkor Romániából jött, és akkor ugye erre hozta azt az intézkedést most a magyar kormány, hogy regisztrálni kell az ukrán származású, nem Ukrajnából Magyarországra jövő gabonát. Ha most regisztrálunk, akkor mi van? Na most ugye egyrészt akkor mi van, másrészt meg ki tudja azt ellenőrizni. Szóval ez egy tényleg abszolút látszat intézkedés. Itt azt kéne csinálni, amit a lengyelek csináltak, hogy betiltották a tranzitot is. Kerekperec betiltották. Így van. Tehát igen. Amíg az Európai Unió nem oldja meg ezt a kérdést, addig azt mondta, hogy Romániában, Lengyelországban a tranzitot is betiltják, és kész. Ez lenne nálunk is a szükségszerű intézkedés. De nyilván hát vannak, akik ezen nagyot nyerészkednek, főleg akik nem élelmiszer felhasználásra, hanem más ipari alapanyagként használják ezt a gabonát. Tehát itt komoly, például Mészáros Lőrinc érdekeltségeket találunk, hogy
hogyha meg akarjuk fejteni, hogy mi lehet ennek a hátterében, lehet, hogy erre felé kell De az keresni. Mit jelent, hogy ipari módon akarják? Hát, ugye, tehát, hogy nem kenyeret csinálnak, nem kenyeret belőle, csinálnak hanem belőle, hanem hát vannak különböző izócukor előállítás, vagy energiára is használják, tehát hogy különböző felhasználási, ipari felhasználási módok is vannak. Fűtenek vele? Nem. Tehát arra nem, de azért... Nem. Aztán... Nem csak próbálnám kideríteni, hogy mi a buli Mészáros Lőrincnek, milyen ágazatokban igen. van neki bulia. Aztán, amit még most mindenképpen meg kéne csinálni, az, hogy valahogy tőkéhez kell juttatni, pénzhez kell juttatni, főleg a kisebb gazdálkodók vannak nagy bajban, akiknek nem voltak olyan tartalékai, hogy itt a tavaszi munkálatokat valahogy meg tudják finanszírozni. Na most ennek... Hát, ha nincsen más, akkor legalább hitelt kell biztosítani. Most ehhez biztosítottak most egy állami kezességvállalást, és most 45 milliárd forintnyi hitelhez juttatják az ágazatot. Ez semmi. Hát itt 400-500 milliárd forint veszteséget könyvelnek el a gazdálkodók, ez nem fog rajtuk segíteni. De ezt akkor hogy gondolta az agrárminiszter? Hát ennyit tudnak megoldani. Tehát nyilván az alapvető baj az, amivel a beszélgetést is kezdtük, hogy hát ugye nem csak a mezőgazdaságban van baj, hanem egy alapvetően elhibázott gazdaságpolitika miatt üres a kassa. És nem tudják megoldani, mert nincsen miből. Csak hát ugye ehhez ugye nem kell kormány, tehát hogy ez azt jelenti, hogy a kormány tulajdonképpen a gazdaságpolitikájában is megbukott, és most már a mezőgazdaság tekintetében is megbukott, mert nem tud mit tenni. Aztán nagyon komoly gond volt Magyarországon az aszály. Igen. Az aszály gyakorlatilag egy bő 1000 milliárd forintos kárt okozott a gazdálkodóknak. Erre a magyar kormány 55 milliárd forint kártérítést fizetett. És ugye ezek a problémák, ezek egymásra halmozódnak, és most eljutottunk odáig, hogy tényleg a kisebb gazdálkodók tömegei mennek tönkre, az idősebbek mind befejezik, és egyre több gazdálkodó adja föl, és hát mit látunk, hogy azok a nagy érdekeltségek, mint a Mészáros, Csányi, vagy a Lázár irányítás alatt lévő kiemelt státusszal rendelkező gazdálkodók, azok kapnak eleget. Neki álltak fölvásárolni ezeket a területeket. Aha. És hogy miért mondtam, hogy kiemelt státusszal rendelkeznek? Mert hogy mindennek a tetejében, ráadásul Magyarországon az van, hogy nagyon szigorú feltételekkel és korlátozásokkal lehet termelni, de nem ugyanazok a feltételek vonatkoznak mindenkire, mert vannak úgynevezett mintagazdaságok, és ezek hajszik, hanem nem más, mint a Mészáros érdekeltségek, a Csányi érdekeltségek és a Lázár által vezetett nagy gazdasági egység, akiket ilyen kiemelt mintagazdasággá nyilvánítottak, és rájuk más szabályok vonatkoznak. De ők kapnak pénzt és hitelt az államtól? Bizony. Ők nagyobb támogatást kapnak, könnyebben jutnak hozzá, különböző korlátozások nem vonatkoznak rájuk. Gondolom, hogy ez ügyben például akár ön vagy más pártokból is, akik a mezőgazdasághoz értenek, meg az ő szakterületük, többször is felszólalhattak a parlamentbe, de gondolom, hogy valami egységes lózungot elmondott. Mi ezeket a mintagazdaságoknak... Miniszter, akár más. Így van, a mintagazdaságok megszüntetését ezt régóta követeljük, hát ez elképesztő, hogy pont azokat, akik a legversenyképesebbek, még külön szabályokkal segítjük. Hát ugye erre az volt az ideológia, hogy ilyen nemzeti kiválóságokat akarnak létrehozni, aha. de az nem megy, hogy egy országon belül valakiknek más versenyfeltételeket teremtek, mint a többieknek, hiszen azt akkor a többiek lesznek a kárvallottjai, tehát akkor a többit, a kicsiket, a családi gazdaságokat, tehát a kormány mindig azt hirdette magáról, hogy ők a családi gazdaságoknak a kormánya, hát pont őket hozzák hátrányos helyzetbe, őket teszik tönkre. De hát teljesen falu ellenes az egész, amit csinálnak. A gyakorlatilag a falusi trafikok megszüntetésétől,
a takarékszövetkezeteknek a lenyúlásáig, ugye megszűntek a pénzügyi szolgáltatások. Igen. Is. Meg a posta is gyakorlatilag. A posta, az egészségügyi szolgáltatások, igen, hát rengeteg betöltetlen orvosi pozíció van, amit nem óhajtanak megoldani, pedig itt is lehetne azért különböző intézkedéseket hozni. Sőt, most már patikák is bezárnak, és majd a patikák, automata fogja kiadni a gyógyszert, meg majd az volt a lényeg, ugye, hogy 20 percen belül a patikus elérhető legyen, és akkor majd az éjfélkor be fog ülni az autójába, aztán oda megy a patikához, és kiadja a gyógyszert. Szerintem ez teljesen nonsense. Így van, tehát hogy úgy látszik, hogy a kommunikációval akarják megoldani a helyzetet érdemi intézkedések helyett, és most bejelentett 5 pontos csomag is tulajdonképpen mind ilyen kommunikációs dolgok. Ugye mit jelentettek még be? Bejelentette a miniszter, hogy a kormány utasította az államkincstárat, hogy május végéig fizessék ki a mezőgazdasági támogatást. Miközben korábban márciusban fizettek. Hát ez, ez tényleg egy vérlázik fátlanság. De hülyének nézi magukat. Úgy is, működik a rendszer, eddig mindig úgy működött a szocialista kormány alatt is, de a Fidesz kormányok alatt is, hogy decemberig kifizették az előlegeket, most a tavalyi évben decemberig csak az alaptámogatás előlegét fizették ki, semmi más nem, tehát eleve már sokkal kevesebb előleget kaptak meg a gazdálkodók, majd ezt követően márciusig a teljes összeget mindenki megkapta. Most meg bejelentik, hogy ők intézkedtek arról, hogy május végéig megkapják a gazdálkodók a pénzt. És ugye emögött is megint mi van? Átálltak egy elektronikus adatbázisra, abba kell föltölteni minden gazdálkodónak hogy mennyi területe van, mire kér támogatást, hogy ahhoz, hogy hozzájusson az úgynevezett agrárökológiai program keretében a támogatásokhoz, ez egy jelentős része a támogatásoknak, ahhoz permetezési naplót kell vezetni, meg van egy csomó ilyen dolog, amit ebbe az elektronikus naplóba kell feltölteni. Most ezt az elektronikus naplót, ezt megint egy haveri cég megnyerte, hogy megcsinálja, majd egy olyan rendszert csináltak, ami nem működött. Ez 23. januárjától már működnie kellett volna. De miután nem működött, nem tudták feltölteni, ezért akkor azt mondták, hogy jó, akkor egy darabig még lehet papíron csinálni, de akkor majd 24-től. És akkor most működik? Most megint nem működött. Csak egy része, a másik része nem, ilyen alapvető dolgokat nem tudott elvégezni a rendszer, és emiatt borult meg, ezért vannak ezek a hatalmas nagy csúszások, és ezért nem tudják igazából ezeket a pénzeket kifizetni, ezért tudták csak az alaptámogatásokat, a többi részét nem. Tehát itt megint egy haveri buli áll. De kellenek ilyen bürokratikus intézkedések, hogy permetezési napló meg... És a többi, mert... Ahhoz, hogy az Európai Unióval korrekten el lehessen számolni, és az ellenőrzések működjenek, és a legalább az agrárpénzek jöjjenek Magyarországra, mert ugye azokat nem függesztették föl, ahhoz kellenek ilyen intézkedések, nem feltétlenül kell ezt, valamilyen rendszert ki kell alakítani. Hogy ott lássák Brüsszelben, hogy itt... Csak hát, hogy működik a csak dolog. Hát ugye megint, ha nem az lett volna, hogy valami haver ezt jó pénzére elvitte, aki nem csinálja meg, akkor akár ez működhetne is, csak hát megint egy haver elvitte, aki nem tudta megcsinálni, és nem működik a rendszer. Úgyhogy emiatt borultak föl a támogatások is, és ezért mondtam én azt, hogy ha ezeket mind egymás mellé rakjuk, akkor itt nem olyan intézkedéseket hallhattunk volna, ami bármilyen segítséget nyújt a gazdálkodóknak, hanem azt látjuk, hogy ezek tényleg nem tudnak kormányozni. Amikor minden jól ment, özönlött az Európai Uniós pénz, jó volt a termés átlag, jó voltak a felvásárlási árak, akkor működött a mezőgazdaság, mert nem rontották legalább el, de amikor probléma van, és tényleg akkor van szükség egy kormányra, hogyha probléma van, akkor azt meg tudja oldani, át tudja szervezni, ha kell, akkor tudjon támogatást nyújtani, akkor látszik, hogy képtelenek bármilyen problémát megoldani. Viszont amikor egy ilyen helyzet van, akkor tulajdonképpen óriási meglepetés, mert erről is olvastam egy cikket, és el is hoztam, hogy Nagy István agrárminiszter Instagramos lájkolóinak száma hirtelen meg százszorozódott.
nem tudom, hogy... Nagyon jó, biztos elköltöttek rá egy csomó pénzt. Olvasta ezt a pénzt, de, vagy ezt a hírt. A következő van. Van egy ilyen hírfolyam, amiben jellemzően maximum 50 és 100 közötti like szokott lenni egy-egy bejegyzésen, de ez egy pillanat alatt először 4-5 ezer szívecske esett be a miniszter összes új posztjára, majd 10-11 ezer. Sőt, április 10-én egyetlen nap alatt az addig átlagos 2-300 helyett több mint 72 ezer lájkot kapott, és ez a mennyiség a nála sok nagyságrenden népszerűbb Orbánnak vagy Magyar Péternek nagyjából egy hét alatt szokott összejönni, és ráadásul még az is érdekes, hogy a tömeges lájkolók felhasználónév alapján nem is tűnnek magyarnak. Akkor itt mi folyik? Na most az van, hogyha nekik... Az agrárminiszter körül építenek egy személykultusz. Igen, ehhez több hozzáfűzni való is van akkor. Egyrészt, ha ilyen ügyes informatikusaik vannak, akik ezt meg tudják oldani, akkor talán ezeket az informatikusokat bízzák meg azzal, hogy ezt az elektronikus naplót rakják rendbe, hogy a gazdálkodóknak tényleg legyen egy működő felület, ahova föl tudják tölteni az adataikat, és jöhessenek a támogatások. Másrészt azt kell látni, hogy tulajdonképpen a Magyar Agrárminisztérium egy béna kacsa. Nagyon sok mindent kiszerveztek tőlük, és átkerültek olyan dolgok, amiket normális körülmények között egy minisztériumnak kéne csinálni az agrárkamarához. Ugye van egy agrárkamara, ami egy az egyben a Fidesz kezében van, annak minden tisztségviselője, megyei elnöke, országos vezetője, azok Fidesz politikusok, és hát gyakorlatilag a magosz elitjét vitték be a Nemzeti Agrárkamarába. Na most ez a Nemzeti Agrárkamara, ahelyett, hogy akkor, ha már egy csomó hatáskört megkaptak, akkor tényleg valami javaslatokkal élne, és próbálna a gazdálkodók érdekében lobbizni, mondjuk azért, hogy legyen aszálykártérítés, vagy érdemi mondjuk hitelkínálat, vagy a többi problémát, hogy valahogy meg lehessen oldani, igazából azt látjuk, hogy azért lobbizott folyamatosan, hogy az agrárkamarai díjakat emeljék meg radikálisan, hogy még nagyobb fizetéseket tudjanak a rendszerből kiosztani a saját fideszes helyi potentátjaiknak, akiknek nyilván az dolga, hogy a Fidesz mögé szervezzék a szavazatokat, a támogatókat. Ezért nekünk például az meggyőződésünk, és előbb-utóbb szerintem lépni is kell, hogy ezt az agrárkamarát, ezt így, ahogy van, meg kéne szüntetni, mert ennek így nincs értelme, ez így nagyon sok pénzbe kerül a gazdálkodóknak, és a gazdálkodók érdekében semmit nem csinálnak. Olyan ez, mint a parrakféle kereskedelmi kamara, csak éppen agrárszínekben? Csak sokkal többe kerül. Kötelező a tagság. Itt is. És hát nem ilyen kis 5000 forintos tagdíjak vannak, hanem a legkisebb termelőnek is több 10 000 forint, a nagyobbaknak több millió. És ezért cserébe nem kapnak semmit? Nem. Nem. Részt vehetnek mindenféle jó kis prezentációkon, ahol az agrárkamarának a felkent előadói elmondják, hogy miért nagyon nagyszerű minden, és minden milyen jó lesz. Ezek most már egyre kevésbé vidámak, mert egyre többször fordul elő az, hogy ezeknek azért hát komoly összeszólalkozások szoktak lenni mostanában a végén. Már ilyen rendezvényeken? Rendezvényeken, mert egyre több termelő küldi el őket a francba, hogy ez most itt megint mi volt, és hol vannak az érdemi. És akkor már csak egy kérdésem, akkor miért nincs Magyarországon gazdatüntetés? Ez egy nagyon jogos kérdés, mert hogy egyébként Nyugat-Európában azért van, mert a nyugat-európai gazdáknak csökkent a jövedelme. Hát ugye? A magyar gazdáknak is csökkent a jövedelme. Tehát például a német gazdáknak olyan 3200 euró körül volt átlagosan a jövedelme, ez lecsökkent 1500 euró környékére, és ők ezen nagyon kiakadtak, és neki álltak tüntetéseket szervezni. Nálunk nem arról van szó, hogy csökkent a jövedelem, hanem hektáronként 100 000 forint veszteséget szenvednek el.
Tehát ez aztán abszolút azt indokolná, hogy akkor utcára is valamit csinálni kell, mert nincs tovább, hát meghalunk, már hogy gazdaságilag. Az a helyzet, hogy olyan függőségi viszonyokban vannak, hogy az utolsó, utáni pillanatig is mindig abban bíznak, hogy jó, de hát, ha jön valami intézkedés, és ha én kinyitom a pofámat, akkor én ebből ki fogok maradni. Mert semmi nem működik rendesen, mindenben van egy olyan kis faktor, hogy akkor lehet róla dönteni, hogy akkor ezt elfogadjuk, ezt a kérvényt, nem fogadjuk el, belekötünk itt, nem kötünk bele ott. Tehát ez egy tipikus magyar reagálás, ami itt folyik. Tehát igazából alkalmazkodnak a helyzethez, és próbálnak legalább csendben maradni, és csak a háttérben szervezkedni, lobbizni, hogy valami történjen már, mert nem mernek nyílt konfliktus vállalni. A legtöbben így vannak vele. Szóval, ha az ember elmegy mezőgazdasági termelőkkel beszélgetni bárhova vidékre, olyan panaszáradat fog rá zúdulni, hogy meg fog lepődni, hogy milyen hatalmas bajok vannak, de a nyilvánosság előtt még nem nagyon vállalják. Ugye volt már egy megmozdulás, és én tudok róla, hogy egyre több gazdálkodó gondolkodik azon, meg mennek a beszélgetések egymás között, hogy hát már nincs hova hátrálnunk, és most akkor itthon is kéne valamit szervezkedni, de még mindig bíznak abba, hogy akkor hát, ha végül csak megjönnek a támogatások, hát, ha végül valami fog történni, és hogyha mi szembe megyünk, akkor minket ebből kizárnak. Köszönöm szépen Harangozó Gábornak, önöknek is köszönöm a figyelmet, ráadás is lesz majd a jövő héten, viszontlátásra.